A csatában sejem zászlók lobognak, körülötte magyar fiúk zokognak. Ne sírjatok, hű szerető magyarok, igaz vérrel váltsátok a hazátok. Míg Aradon szépen szólott a banda, világos nagy jászba borult a haza, mint a sírt volna az Isten maga is, hogy maradt volna a földön egy magyar is. Szomorúság szállott huszár szívére, mikor kiment Magyarország szélére. Lovalába térdig vérbe szotyogott, magyar haza mégis árrá maradott. Ha e szót hallom, magyarok, szűknek érzem zekémet, keblemben tengerkavarok, s mintha trombiták köszöntenének. Mintha a régi hősidált csendülne fel tisztán, de élnek a régi regék, élnek a híre veszte óriások. Ó, ez a sors mind ismerős, szabad zászlóval, büszke fővel, ősi szokás szerint, a hősök nem bírnak a nyers állati túlerővel. A magyar seregek valóban nem bírtak a hatalmas túlerővel. 1849. augusztusában már az ország nagy része az ellenség kezébe került. A túlerő háromszoros. Az elfáradt, lerongyolódott honvéd csapatokat felfegyverzett, elsőprő fölényben lévő császári csapatok fogták közre. 1849. augusztus 13-án a magyar seregek világosnál letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott. Sok volt az áldozat, és jött a megtorlás napja. A Habsburgok úgy akarták megbüntetni a magyar népet, hogy elrendhessék a birodalom többi népét további forradalomtól. Ezért Ferenc József teljhatalmat adott a kegyetlenségről hírhet Hajnú tábornoknak. 1849. augusztus 25-én Hajnú az osztrák húvér százával írta alá az ítéleteket. Kire halált mérki, kire súlyos, sok éves várfogságot. A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akik bűnösnek tartottak, Hajnául legyilkoltatta. A börtönök megteltek, a tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták. Megalázó beosztásukban éveket töltöttek. 1849. szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, s ahol a vádlottakat felségsértés címén halálra ítéltek. Hajnaú már ekkor tudta, hogy Batthyány Lajos és a 13 lázadó vezért kivégezteti. Részlet a Hajnaú leveléből. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden tisztet, aki a forradalmárok szolgálatában állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestül kiírta magaszt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanunk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emléks békelány, a búsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, a lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mind e sugarak, hisz onnan árad új világ felett, szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki elshalni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája, becstelen. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikerítsek kékjei. Száz év s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt is a földre nézett, Damjanics szekéren feküdt, Leininger felmentő honvédok árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán, tarlók, fák, vérző foltjai, és ők,
tartál idegvel hátán elhulló bú szép tollai. A hadbíróság 1849. szeptember 26-án meghozta a döntést. Felségsértés címén 9 tábornokot kötél általi halálra, 4-et golyó általi halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását október 6-ára, a bécsi forradalom évfordulójára tűzték ki. 1849. október 5-e Pest. Hideg goromba szél fúj. Az udvaron és a kapuk előtt kettőzött őrség, szigorú készültség, a parancs, hogy holnap kivégeznek egy szakállas magyar főlázadót, egy grófot. Ez a gróf, Batthyány Lajos, az első magyar kormány miniszterelnöke volt. Batthyány előző éjjel a hozzá becsempészett törrel nyakon szúrta magát, és bár életét megmentették, nem lehetett felakasztani. A helyi parancsnok saját hatás körében porra és golyóra változtatta az ítéletet, ami miatt később hajnalú idegrohamot kapott. Batthyány nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt a tüzet a katonáknak. Utolsó szavai 3 nyelven hangzottak el. Éljen a haza! Ugyanezen a napon, október 6-án Aradon is megtörtént a 13 honvéd tábornok kivégzése. Reggel 4:30-kor elerett az eső. Arad őrsége riadó készültségben volt, a katonák égő kanóccal álltak a várfalon az ágyuk mellett. Ítélet nyert a magas császári királyi hadsereg főparancsnokság parancsára összeállított, megesketett teljes hadi törvészék, az alá megnevezett vádott urak a magyar lázadó hadsereg főnökei ügyében egyhangulag hozott. Végrehajtottuk golyó által a következő személyekkel szemben. Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Kis Elnő, Svejdel József, Batthyány Lajos. Ítélet melyet a magas császári királyi hadsereg főparancsnokság parancsára összeállított, megeskedett teljes hadi törvényszék az alá megnevezett vádlott urak a magyar lázadó hadsereg főnöke ügyében egyhangulag hozott. Végrehajtatik kötél által a következő személyekkel szemben. Pöltember Gernő, Török Ignác, Lámer György, Nézics Károly, Nagy Sándor József, Gróf Leiningen, Westerburg Károly, Aulit Lajos, Damjanics János, Gróf Vécsei Károly. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szellem, buskaserve, egy-egy könnye szentelt helyre, hol megváltott hősi áron, becsületed, dicsőséget az aradi 13. Az eredi Golgotára, lelhagyom a napsugára, odafúl az őszi rózsa, hulló levél búcsúcsokja, lenn a csíra szárazágon, ott aludsz a csendes álmán, az aradi 13. Elítélték sorban mind a 13-an. Szedtek, fontak nyakukba ezer vádat. Elnevezték felsősértő pártülőknek, hogy a magyar szabadságért harcra keltek. Aradivár halálvölgye, híres magyar hősöknek temetője, viruljanak környékeden sírvirágok, felejthetetlen legyen az ő haláluk. Aradi vár, aradi bér, halál völgye lett a hős magyarok temetője. Virágozzék síratokon vétek virága, elfelejthetetlen legyen azok halála. Olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet, mintha csupa dicséretet olvasnak volna fel előttük. A kihallgatásoknál, amikor még remélték, hogy javítanak sorsukon,
talán szelideknek mutatkozának, de most mindegyik egyszerre úgy megkeményedett, mint a gránit szikla. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét. Már térhalálunk azóta jelképé vált, annak a küzdelemnek és áldozatávállásának a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért. A tábornok a kivégzése vezetőjét is jelentette egy megtorló hullámnak, melynek során további mintegy 30 honvédtisztet kivégeztek, és hogy 600-at ítéltek halálra, majd kegyelemből sok évig fogságra. Ha a rájuk múlt halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört életsorsuk. A vár fogságában töltött nehéz évek alapján épp úgy október 6 áldozatai, mint a kivégzett társai. Aradi vár, halál völgye, 13 magyar vitéz temetője. Mindannyian együtt lesznek fenn az égben, vértanuk ők árva hazánk szent ügyében. Mindannyian együtt lesznek fenn az égben,